Ne hagyja magát senki megtéveszteni. Az Atya neve fontos, mindig is az volt, és azoknak, akik azt mondják, hogy az ő gyermekei, azoknak előbb-utóbb meg fogja mutatni az ő nevét. Ez egy csodálatos dolog, és egy nagyszerű érzés tudni, hogy a mindenség teremtője kinyilatkoztatta nekünk az ő nevét. Minden kapcsolatban fontos lépés az, amikor megtudjuk a másik fél nevét. Ez nem különbözik ebben az esetben sem. Valakinek előbb, valakinek később, de mindazoknak, akik teljes erejükből, teljes szívükből, teljes lelkükből járják ezt az utat. Az atya előbb-utóbb meg fogja mutatni, hogy mi az ő neve. És amikor az ember megérti ezt, akkor nem tud másképpen csak csodálattal és állítattal gondolni arra, hogy mennyire kézenfekvő is ez a név és ennek a jelentése. És mennyire nagyszerűen tükrözi az atya személyiségét és karakterét, amennyire mi meg tudjuk ismerni. Egyszerű, és ugyanakkor tökéletesen kifejező, mint minden más, amit ő csinál. Az ő neve, Ruach Hakodes, és az ő szava, a Thora, mindaz, amit mi megtudhatunk életünk során róla. Ezután egy érdekességet szeretnék megmutatni ezzel kapcsolatban, de mielőtt belevágunk, nézzünk meg néhány verse. Az első, az Második Mózes vagy Semót 26-os fejezet, amikor is a Khodes hajléknak a kárpitjait és a takaróit készítették el az izraeliták. Ez volt ugye a sátor. Így szól az ötös verstől: 50 hurkot csinálj az egyik kárpiton, 50 hurkot csinálj a kárpit szélén is, amely a másik egybefoglalásban van, egyik hurok, a másiknak át ellenében legyen. Csinálj 50 arany horgocskát is, és a horgocskákkal foglald össze egyik kárpitot a másikkal, hogy a hajlék egyé legyen. Ezután folytatták a kecskező kárpitokkal, és a tízes versben így szól: Csinálj 50 húrkot az egyik kárpit szélén, amely az egybefoglaltak között szélről van, és 50 húrkot a kárpit szélén, a másik egybefoglalásban is. Csinálj 50 rész horgocskát is, és akaszd a horgocskákat a hurokba, és foglald egybe a sátort, hogy egyé legyen. A következő ugye pentecoszt vagy Sabuot, ez pedig Háromózes, Aikra, 23-as fejezet, 15-ös verstől így szól. Számláljatok azután a Sabátra következő naptól, attól a naptól, melyen beviszitek meglóbálni a kévét, 7 hetet, egészek legyenek azok. A hetedik hétre következő napig számláljatok 50 napot, és akkor járuljatok új ételáldozattal Jahuához. 21-es versben így folytatódik. És gyülekezzetek egybe ugyanazon a napon, Hodes gyülekezéstek legyen nektek, semmi robota munkát ne végezzetek, örökrendtartás ez minden lakóhelyeteken a ti nemzetségeitek szerint. Ugorjunk és nézzük meg apostolok cselekedetei második fejezetet, ugye ez kapcsolódik a Pentekoszhoz, vagy a Sabóthoz, mely így kezdődik. És mikor a Sabót napja eljött, minnyáján egy akaratta együtt valának, és lő nagy hirtelenséggel az égből, mint egy sebesen zúgó szélnek zendülése, és elteli az egész házat, ahol ülnek. És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek, és üle mindenikre azok közül, és megterének minnyáján ruach alkodessel, és kezdének szólni más nyelveken, amint a ruach adta nekik szólniuk. Így kapcsolódik nagyszerűen egybe a tanák, illetve a brihadesá, és láthatjuk azt, hogy azok az ünnepek, melyeket Jahua előírt az ő népe számára, és mindazoknak, akik szeretnének csatlakozni ahhoz, igenis nagy jelentőséggel bírnak. Hogyha ezek az emberek nem lettek volna engedelmesek, és követték volna a parancsait, akkor lemaradtak volna erről, és ez érvényes ránk is ma. A következő az Aikra 25-ös fejezet lesz, a 8-as verstől pedig így szól. Számlálj azután 7 sabát esztendőt, 7x7 esztendőt, úgy, hogy a 7 sabát esztendőnek ideje 49 esztendő legyen. Minden hetedik év egy sabát év volt, amikor egész évben nem dolgozott senki. Ebből a hét éves ciklusból hét darabot, hogyha egymás mögé teszünk, akkor az 49 év lesz. És nézzük, hogy mi történik a 49. esztendőben. Akkor fúvasd végig a riadókürtöt kürtöt a hetedik hónapban. A hónap tizedikén ez Jom Kippur, vagyis az engesztelés napja, az engesztelés napján fuvasd végig a kürtetetik egész földeteken, és tegyétek hodessé az ötvenedik esztendőt, és hirdessetek szabadságot a földön, annak minden lakójának, kürtölés legyen ez nektek, és kapja vissza kiki -ki az ő birtokát, és térjen vissza kiki -ki az ő nemzetségéhez. Kürtölés ez, az legyen nektek az 50. esztendő, ne vessetek és lese arassátok, amit önként terem a Föld, és a meccetlen szőlőjét se szedjétek meg annak, mert kürtölés ez hodes legyen nektek, a mezőről egyétek meg annak termését. Kürtölésnek ebben az esztendejében kapja vissza ismét ki ki az ő birtokát. Láthatjuk tehát, hogy az 50-es szám az igen jelentős, Yahuah rendszerében, ezt bizonyítja a jubileumi esztendő is, ami a szabadságnak a meghirdetése az egész földön. Mindenki eljátszhat a gondolattal, hogy vajon melyik nap fog visszatérni Ha másiák, ugyanis mindenki, legalábbis nagyon sok ember foglalkozik ezzel. Az biztos, hogy amikor visszatér, akkor felszabadul az egész világ a bűntől, és mindenki eljut a helyére amit megérdemel a cselekedetei szerint, pontosan úgy, ahogy az 50. jubileumi esztendőben, vagy sokkal inkább a 49. esztendő végén. Nézzük, hogy mit ír erről, ha ikra 25. fejezet még egyszer. A 49. esztendő végén fúvasd végig a riadókürtöt a 7. hónapban, a hónap 10-én, ez engesztelés napján fúvasd végig a kürtöt egész földeteken. Ez pedig nem más, mint Jom Kippur. Ez jelzi az 50. esztendő, illetve a jubileumi évnek a kezdetét, ez a szabadságnak a napja. Most pedig nézzük meg, hogy mi az, amiről beszéltem, hogy meg szeretném mutatni. Ez kapcsolatban lesz az 50-es számmal, illetve Jahua nevével és az ő szavával. És ha már a szavánál tartunk, akkor nézzük meg, hogy mit is jelent a Torah pontosan az mindig nagyon fájdalmas, mikor az ostoba tudatlan emberek a toráról beszélnek úgy, mint egy rabság, vagy, vagy, egy átok, vagy valami, amit el kell pusztítani, vagy el kell törölni. Ugyanis az arról árulkodik, hogy azokat az embereket hasatán szellemisége uralja. Hogyan is lehetne probléma a thora, mikor Misli példabeszédek hetes fejezet így ír róla. Fiam, tartsd meg az én beszédeimet, és az én parancsolataimat rejtsd el magadnál. Az én parancsolataimat tahasz meg, és élsz, és az én tanításomat, mint szemed fényét, közd azokat ujjaidra, írd fel azokat szíved táblájára. Ez a kifejezés tanításomat, ez tra. Úgy, mint oktatás, tanítás, útmutatás, képzés, utasítás vagy instrukció. Egyfajta magatartás viselkedés vagy szokás. Más szóval egy törvény. Ez mellesleg nagyszerűen összecseng a semával, mikor azt mondja, hogy közd ezeket a kezedre jegyül, és legyenek homlokkötőül a szemeid között. Ugyanarról beszél ott, mint amiről itt, Jahua szaváról, a taráról, az úgynevezett mózesi taráról, a parancsolatokról. Ez a szó négy karakterből tevődik össze, ta, vav, res, hely. Tora. A ta egyébként két bot, ami keresztbe van téve, egy kereszt, és ez egy jel, jelzés, egy emlékmű, vagy egy aláírás. A vav az egy szeg, egy sátor szeg, egy kampó, és azt jelenti, hogy hozzáadni, biztosítani valamit, vagy csatlakozni. A res az az emberi fej, és gondolatokat jelent, vagy vezetést, vezetőt, vezért, elsőt, valaminek a kezdetét vagy a csúcsát. A hely pedig egy ember felemelt kézzel, és a jelentése csodálat, ámulat, kinyilatkoztatás, lélegzett sóhaj vagy maga a ruach. Láthatjuk tehát, hogyha összeolvassuk, akkor a tora az az a jel, ami hozzá csatlakoztat minket a vezető lelkéhez, vagy a ruachjához, vagy pedig biztosítja, számunkra a vezetőnek a kinyilatkoztatását, vagy a lelkét. Ez az a jelzés, vagy jel, ez a tora, ami összekapcsol minket a vezető, vagyis az atya lelkével. Most mindezeket az információkat észben tartva mutatni szeretnék egy érdekességet, ahogy azt ígértem korábban. A tora az a ta karakterrel kezdődik, és ez bár a sít egy mózes első fejezet, aminek az első szava ugye Barashit kezdetben, vagy az egyik kezdetben, melynek az utolsó betűje a Ta. Amennyiben szépen lassan elkezdjük számolni ezeket a karaktereket, eljutunk az ötvenedikig, ami ez a Vav karakter lesz itt. Ha ugyanúgy ismét számolunk újabb ötvenet, akkor el fogunk jutni eddig a Res karakterig. És innentől az ötvenedik pedig ez a hej lesz. Ez a négy karakter pedig, ahogyan ezen az ábrán nagyszerűen fel van tüntetve, együtt, thora. Ez egyébként barasít, hogyha kivesszük az összes szó közt és szünetet, akkor így néz ki, és itt minden ötvenedik betű a hatodiktól elkezdve a thorát fogja kiadni. A következő, pedig természetesen Semot. Második Mózes, első fejezet lesz. A nyolcadik karakter, ez a Ta. Innentől kezdve az ötvenedik lesz, ez a Vav, majd a Res, itt, végül pedig ez a He. Együttesen ismét csak Tora. Szóval Semot, nyolcadik karaktertől kezdve szépen ugyanúgy el tudunk jutni, a tora kifejezéshez a hatodik sorban. Ahogyan ez az ábra nagyszerűen szemlélteti ezt. Három mózes, vagy ikra, egy különleges eset, és oda vissza fogunk térni. Ez a középső az ötből, és ahogyan a dolgok állnak, ez egy tükörként funkcionál, és ha eljutunk a négyes könyvig, ami Bamidbar, akkor itt megfordul a sorrend, és visszafele fogjuk megkapni ezt a szót tora. Szóval a héjjel hey kell kezdenünk, és ezt itt a 14. karakternél fogjuk megtenni. Innentől kezdve az 50. ez a res lesz, hogyha beleszámoljuk ezeket, amit kimaradtak a képből, akkor itt fogunk landolni, res. Innentől az 50. ez a vav lesz, majd pedig befejezzük ezen a tan. Úgy, ahogyan ezen az ábrán láthatjuk, és visszafele kiolvasva ez Tora. Ez ugye a Mibbár a negyedik könyv első fejezete. Ha tüzetesen megvizsgáljuk ötmózes vagy dabarim fejezetet, akkor észrevehetjük azt, hogy ennek első négy verse a Tora előző négy könyvével függ össze. Dabarim igazából az ötödik versben kezdődik, a Jordánon túl a Moab földén kezdi Mosé magyarázni ezt a torát vagy törvényt mondvá. Úgyhogy ennél a hej karakternél fogjuk kezdeni, és innentől számolunk 49-et. És így elérkezünk ehhez a res karakterhez. A 49. pedig ez a vav lesz, és végül ez a ta, ahova elérkezünk. Így itt is megtalálhatjuk visszafelé a tora kifejezést. Hogy itt miért 49, és nem 50, azt nem tudom, de az egyértelmű, hogy Debarim, 5 Mózes, az igazából a történet az 5-ös versben kezdődik el. Mondhatjuk, hogy ez a véletlen műve, de azért nehéz elképzelni azt, hogy az első öt könyv véletlenül úgy lett megírva, Ahogyan azt láthattuk, három Mózes tradicionális neve, Vajihra. A Torának minden könyve az első szaváról kapta a nevét, és ez itt Vajihra. A második karakter egy Jod. Innentől kezdve, ha hét karaktert számolunk, akkor a nyolcadik egy Hé lesz. Innentől kezdve a nyolcadik egy Vav. És szintén innentől kezdve a nyolcadik egy hej, szóval jod, hej, vav, hej, jahua. Láthatjuk tehát, hogy egy kis nyomozással jahua mindenhol megmutatja az ő nevét és az ő szavát, hakodes által. Hogy fejezzem be ezt a rövid videót az egyik legnagyszerűbb és legcsodálatosabb részlettel, ez Semot, hármas fejezet, tizenhármas verstől így szó. Mosé pedig mondá Elohimnek. Íme én elmegyek észre a fiaihoz, és ezt mondom nekik. A ti atyáitok hatalmassága küldött engem ti hozzátok. Ha azt mondják nekem, mi a neve? Mit mondjak nekik? És mondta Elohim Mosénak. Vagyok, aki vagyok. És monda így szólj rá fiaihoz a vagyok küldött engem tihozzátok. És ismét mondta Elohim Móseinak. így szólj Jézrael fiaihoz, Jahua, a ti atyáitok hatalmassága, Ábrahám hatalmassága, Izsák hatalmassága, és Jakób hatalmassága küldött engem tihozzátok. Ez az én nevem mindörökké, és ez az én emlékezetem nemzetségről nemzetségre. Még annyit hozzátennék, hogy elkészültek a Jahua útja könyvjelzők, melyek a legfontosabb versek segítségével lépésről lépésre bemutatják azt az utat, amit a csatornán megismerhettetek. Ez egy nagyszerű eszköz arra, hogy mindenki megtanulja ezt, illetve, hogy másoknak segíthessünk, hogy jobban megismerjék, mi is az az út, amit mi járunk. Ezek segítségével egyszerűen el tudjuk jutatni az üzenetet azokhoz, akikhez szeretnénk. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, hallujá és shalom!